Elkészült Topolya község jövő évi költségvetésének a tervezete. A mezőgazdasági termelőket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapból támogatja továbbra is a község. Egy nagyon sikeres idény tudhat maga mögött a TSC labdarúgó csapata. Az elkövetkező napokban is változékony időjárásra számíthatunk. Köszöntöm a kedves nézőket, önök legújabb híradónkat látják. Topolya község jövő évre tervezett költségvetési kerete 2 milliárd és 81 millió dinár tesz ki. Ez mintegy 4%-kal kevesebb, mint az idei évi keret, de a tavaly ilyenkor tervezetnél viszont nagyobb. A jövő évi községi költségvetés tervezetéről a közvitát megtartották a községi képviselőtestület nagytermében, és Kislinder Gábor községi elnök válaszolt a büdzsé tervezetével kapcsolatban feltett kérdésekre. Egyik legfontosabb tervezett beruházásként említette a városi szennyvíztisztító kiépítését. A költségvetés nyilvános közvitáján Fekete Ildikó, a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője tartott vitaindítót. Elmondta, hogy a tervezett keret 2,2 milliárd 81 millió dinár, aminek a fele kommunális és infrastruktúrális jellegű építkezések finanszírozására lett előirányozva. Vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó szerződéseket írt alá Kislinder Gábor, Topolya község polgármestere a mezőgazdasági termelőkkel. A topolyai önkormányzat a községi mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapon keresztül vissza nem térítendő támogatásban részesíti a termelőket. Idén rekordszámú 730 pályázati kérelem érkezett be az illetékes bizottsághoz. Tavaly 600-an pályáztak, és minden igénylő, aki eleget tett a feltételeknek, meg is kapta a támogatást, ebben az évben pedig összesen 14 millió dinárt irányoztak elő, ami 1 millióval több, mint ami tavaly került kiosztásra. Thank you.
Idén a méhészek is pályázhattak. November végén iskolanapot ünnepeltek a Topolyai Mezőgazdasági Középiskolában. Tóth Tibor igazgató elmondta, hogy ebből az alkalommal idén már harmadik éve szerveztek a diákokból álló csapatok részére vállalkozás tervezéséről szóló vetélkedőt, melynek keretében a csapatok egy egyelőre még csak virtuális vállalkozás számára készítettek üzleti terveket. Itt vagyunk a Mezőgazdasági Középiskolában, és Tóth Tibor igazgató úrral beszélgetünk, és éppen egy vetélkedő zajlik. Ugye sokan azok közül, a diákok közül, akik ide járnak, akár saját vállalkozást is terveznek majd nyitni, és ehhez is hozzájárulhat ez a vetélkedő. Ugyanis, hogyha jól tudom, akkor üzleti tervet kellett készíteni, de hogy pontosan miből is áll ez a vetélkedő, azt majd elmondja az igazgató úr. Jó napot kívánok! Tehát ez már harmadszor szervezzük meg az iskolánkban ezt az ilyen jellegű vetélkedőt. Hát a tananyag keretein belül a végzős diákoknál, tehát úgy harmadik, mint a negyedik fokozaton van a vállalkozás nevű tantárgy, amelynek a keretein belül egy kis ízelítőt kapnak a tanulók a vállalkozással kapcsolatban, tehát hogy mit is tartalmaz az a vállalkozás, hogy kell beindítani, hogy kell üzleti tervet csinálni, hogy kell pénzügyi tervet csinálni,
és ugye az egész egy összefogó egységként valósul meg az év végéig, és akkor most mindkit ugye iskolanap alkalmából szervezzük meg ezt a vetélkedőt. Tehát itt ők valójában az eddig elsajátított tudásukat vetítik ki, tehát a csapatok valójában kaptak egy munkafeladatot, tehát tetszőlegesen az ő meglátásuk szerint kellett, hogy összeállítsanak egy vállalkozást, és most ugye azt egy szakmai zsűri értékeli, aki ugye utána a végén hoz egy döntést, a legjobb csapatokat majd természetesen meg fogjuk a végén jutalmazni. Tehát ők valójában egy alaptudást fognak itt az iskolában elsajátítani, amit utána a későbbiekben még tudnak ugye bővíteni, és én remélem, hogy ez majd hozzásegít őket, legalábbis egy részüket ahhoz, hogy saját vállalkozásukat is tudjanak utána indítani, mikor kikerülnek innen az iskolából. Az előző évekhez viszonyítva növekedett a csapatok létszáma, mert előtte csak egy-egy csapat jelentkezett osztályként, most még van, ahol egy osztályban kettő, sőt egyikben van három csapat is, aki jelentkezett, tehát eléggé, hogy úgy mondjam, felkerekedett a versenyszellem a tanulókban, és természetesen ugye a szakterületnek megfelelően ugye azzal kapcsolatos prezentációkat csináltak, tehát itt egyrészt ugye a feldolgozóipar, ugye itt a pékek, hentesek, élelmiszeresek, a másik részt ugye pedig a mezőgazdasági ágazat, ahol ugye vannak a mezőgazdasági technikusok, általegészségügyi technikusok, tehát ezek az ágazatok szerint is valójában vannak képviselve ezek a prezentációk, tehát ennek megfelelően ilyen tematikájú prezentációkat is alakítottak ki a diákok, és ezt prezentálják most a szakmai zsűri előtt. Az üzleti terveket prezentálták egy szakmai zsűri előtt, melynek tagjai figyelembe vették az előadásmódot, a megvalósíthatóságot, a terv alaposságát és kreativitását és egyéb fontos szempontokat is. A nyertes csapat tagjai Tari Ádám, Horti László és Hegedűs Dénes, illetve ott volt még a csapat egyfajta kabalája Kindusnoki Csaba is. Felkészítő tanárnőjük, mentoruk Nagy Ágota tanárnő volt. Tari Ádám a csapat kapitánya, az állatorvosi technikusi szakon végzős az idén, és elmondta, hogy valójában az, amit az üzleti tervben összeállítottak, nem áll távol a valóságtól. December 26-án 19 órától kerül majd sor az évbúcsúztató koncertre a Topolyai Művelődési Ház színház termében. Az esten a vajdasági RTV nagy népi zenekara lép fel Bojan Milinkovics vezetésével. A koncerten közreműködik Gábor Zoltán, Jadranka Gójics és Gyorgye Csávics. A belépés díjtalan, viszont az ingyenes jegyeket igényelni kell. December 16-ától lehet őket átvenni a Művelődési Ház irodájában. A koncert védnöke ebben az évben is Topolya község önkormányzata.
Fásítási akciót tartottak a városban, melyet Topolya község önkormányzata támogatott. Az akcióban közreműködött a topolyai helyi közösség a közmunkaprogramon keresztül, a Kongrád közvállalat, az Arkusz Környezetvédő Egyesület és a topolyai gazdakör is. Ezen a napon csaknem 80 fát, közönséges nyírt, platánt, juhart és madárberkenyét ültettek el a város több pontján. Ez alkalommal három helyszínen, a Vásártéren, az Izboráruház előtti téren és a Zentai úton ültettek fát. Sihelnik József, az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkára elmondta, hogy a topolyai önkormányzat megbízásából már évek óta szerveznek tavaszi vagy őszi fásítási akciót, például idén tavasszal is volt ilyen. Előző években is felmérték a terepet és a legfrekventáltabb helyeken, tereken és utcákban a hiányzó fákat és fasorokat igyekeznek pótolni. Sihelnik hozzátette, hogy a Vásártéren az állatvásárok helyszínét fásították ez alkalommal, ugyanis mostanában több nagy rendezvényt is ott tartanak, és hiányzik a fák árnyéka. A topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ népzenei versenyt hirdetett Kodály Zoltán emlékére, melyet december 14-én 10 órától tartanak a Nikola Tesla általános iskolában. Az énekesek és hangszeresek különböző korcsoportokban és kategóriákban versenyeznek két fordulóban. 12:30-től hangszerbemutatót és koncertet tartanak a Csalóka és a Fokos zenekar tagjaival. Az eredmény hirdetése 13:30-kor kerül majd sor a tervek szerint, és minden érdeklődőt várnak, aki csak szeretné megtekinteni a rendezvényt. December 14-én szombaton 10 órától Mifán terem a Mikroorganizmus címmel játékos előadást tartanak gyermekek részére a Juhász Erzsébet könyvtárban. A foglalkozást Holpert Csilla mikrobiológus tartja a 8-tól 12 éves korosztálynak. A részvétel ingyenes, de előzőleg jelentkezni kell. December 13-áig lehet jelentkezni személyesen a könyvtárban, vagy a 711-725-ös telefonszámot kell hívni, illetve a könyvtár Facebook oldalán is jelentkezhetnek az érdeklődők. December 12-én csütörtökön 17 órától az Út a csúcsra és a Törő visszatér című könyveket mutatják be Topolya Község Művelődési Házának kiállító termében. A könyvbemutatón részt vesz a könyvek szerzője, ifjabb Dunai Ede, valamint Dunai 3 Ede és Weber György, az Újpest aranycsapatának ismert labdarúgója. Liszka Péter topolyai veterán testépítő Spanyolországban, Tarragona városában a legerősebb szövetség az IFBB világbajnokságán, az 55 év felettiek kategóriájában bekerült a legjobb 6 közé. Liszka elmondta, erős volt a konkurencia és nem volt súlyhatár, illetve a 60 év felettiek is ebben a kategóriában szerepeltek, és ő a 63. életévében nagy sikerként éli meg az eredményt. 60 ország versenyzői léptek fel egyébként, Liszka kategóriájában pedig 18 sportoló nevezett be a legrangosabb világversenyre. A topolyai TSC labdarúgó csapata kiváló őszi idény tudhat maga mögött újoncként a legmagasabb szerb rangfokozatban. 20 lejátszott fordulót követően a mérleget 10 győzelem, 6 döntetlen és mindössze 4 vereség. A tabellán az ötödikek olyan csapatok előzik csak meg, mint a Crvena Zvezda, Partizán vagy az újvidéki Vojvodina. Ez utóbbit a legutóbbi bajnoki fordulóban 2-0 arányban sikerült legyőzni. Utakmica je igrana pod veoma, da iskren budem, lošim uslovima, ali uspeli smo da ispravimo šefa plan koji je želeo od nas. Eto, zadrisio sam se dao ja pogodak, naravno da mi je drago, ali mi je pre svega zadovoljstvo deliti sa svojim momcima i to da su danas dokazali da smo prava ekipa. Dobili smo Vojvodinu koja je druga na tabeli, ako se ne varam. Pokazali smo karakter i zasluženo smo tu gde smo. Uslovi su, kao što ste i sami videli, bili jako teški za igru. Pre početka utakmice iskreno mislili smo da se možda utakmica neće igrati, međutim sudija je donio odluku da se utakmica odigra, što smo mi uspeli da rezultiramo u našu korist, da pobedimo 2-0, pored dosta šansi sa jedne i sa druge strane, ali mislim da zasluženo ovog puta odnosimo 3 boda, to jest ostavljamo u senti.
što smo prošli, da kažem, ajde, prošli deo propustili, ovog puta nismo dozvolili. Nagyon büszke vagyok ezekre a fiúkra, mert egy fantasztikus élményt adtak nekem, mint edzőnek. Én se gondoltam az elején, hogy ilyen jól fogunk a Szuperligában szerepelni, de nagyon büszke vagyok rájuk, és remélem, hogy hasonló ritmusban fogjuk majd folytatni tavasszal is. A mai mérkőzéssel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy egy jó Vojvodina ellen teljesen megérdemelten nyertünk. A csapatnak sikerült kijavítani azokat a hibákat, ami az utolsó két mérkőzésen jellemző volt ránk, és ez meghozta az eredményét is. Szóval egy teljesen megérdemelt 2-0-ás győzelmet arattunk egy nagyon jó Vojvodina ellen, és egy fantasztikus módon zártuk ezt az évet. Holnap még van egy közös ebéd, és utána a játékosok pihenőre mennek, mert június közepén, amikor elkezdtük a felkészülést, egész idáig egy nagyon hosszú folyamat, és mindenki belefáradt. A felkészülés pedig január 9-én kezdődik, hogy lesznek-e változások, azt majd meglátjuk. 2-3 játékosban gondolkodok, szóval nem lesz nagy változás a keretben, de felfrissítsük a csapatot minden esetre. Híradónk végén az időjárásról. Csütörtökön visszatér a csapadékos idő, a magasabban fekvő helyeken havas eső, hó, máshol eső lehet jellemző. A gyenge szélben napközben 0 és 7 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Pénteken még kezdetben eshet, majd a nap második felében eső, estére kiadós eső érkezik. Havas eső, hó legfeljebb a hegyekben hullik majd. A déli délkeleti szél élénk, főként északnyugaton erős, néhol viharos lehet. Délután 1 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. Szombaton azonban kelet felé távozik térségünkből a csapadék zóna, felszakadozik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, vagy esetleg hózápor. Többfelé szeles időre van kilátás, napközben 3 és 9 fok közötti maximumokra számíthatunk. Vasárnap sok lesz a napsütés, enyhe idő jön majd, és többfelé azonban még élénk marad a légmozgás. Kedves nézőink, Önök legújabb híradónkat látták, nem marad más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánunk Önöknek, a viszontlátásra!